A hosszú hétvégén összesen 28 jelzés érkezett a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. A megye tűzoltóit 5 nap alatt 6 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották, míg 10 jelzés tévesnek bizonyult. A tűzesetek közül 2 lehetne kiemelni. Pécsett vasárnap este az Ady Endre utcában keletkezett tűz, vélhetően dohányzás miatt egy francia ágy égett. A házban 3 tartózkodtak, ők mindhárman elhagyták az ingatlant, így személyisérülés nem történt. A pécsi hivatásos tűzoltók 2 sugárral oltották el a lángokat, illetve kiszellőztették a füsttel ütődött ingatlant. A másik kiemelkedő tűzeset Pécsett a Koller utcában történt kedden kora este. Menet közben füstölni kezdett, majd kigyulladt egy személyautó. A járműben csak a sofőr utazott, aki miután észlelte a füstöt, félreállt és áramtalanította a járművet. A lángok ezután csaptak fel. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében égő autót, személyi sérülés nem történt. Műszaki mentéseket tekintve egy jelentősebb baleset történt az elmúlt 5 napban Baranya megyében. Dráva Iványi közelében kedden délután egy autó letért az útról, átpördült, majd a kerekein az árokban állt meg. A sofőrt a sellyei hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az autóból, majd átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak. Minden szentek és halottak napja idején szerencsére temetői tűz, illetve baleset nem történt. A katasztrófavédelem azonban továbbra is felhívja a figyelmet a fokozott óvatosságra, hiszen a mécsesek könnyen okozhatnak tüzet akár otthonunkban is.